27-én a Német Nemzetiségi Tánccsoport megtartotta a hagyományos farsangi kulturális estjét a Művelődési Házban. Az est célja a farsangoláson kívül, hogy a kisebb és nagyobb táncosok számot adjanak tudásukról a megjelent szülőknek, barátoknak, érdeklődőknek. Mint mindig, nagy sikert arattak a legapróbbak játékos táncukkal. Őket a gyermek, majd a felnőtt csoport követte. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium német tánccsoportja lépett fel vendégként. A műsort remek hangulatú bál követte, amelyen még a legkisebbek is éjfélig ropták a táncot.